csak egy célod van. Mindig előre menni, semerre se nézni, mindig csak előre. A Vidor Fesztivál programjában gyakran szerepelnek Molnár Ferenc klasszikus vígjátékai. A Hattyú című komédiája ritkán játszott mű, melynek cselekménye az utolsó Habsburg császár és magyar király Károly és Zita történetén alapul. Egy trónfosztott dinasztia feje, Beatrix, próbálja visszajuttatni családját a hatalomba. Ehhez egyetlen eszköz van a kezében, a lánya, Alexandra, őt akarja hozzáadni Albert herceghez. A trónörökös párjának szánt lány azonban belehabarodik a tanárába. A család hattyúja, Alexandra, akit Tenki Réka alakít az előadásban. Az én szállam benne a tragikus vonal, de igyekeztem azt megfogalmazni, főleg az első felvonásban, hogy milyen egy olyan fiatal lány, aki nagyon prűd, nagyon merev, és nagyon elutasító, és az anyját utánozva próbál meglétezni. Úgyhogy, de a vígjáték elemek az szinte minden karakterben megtalálható, főleg Molnár Ferencnél, mert úgy írta meg a darabot is, hogy mindenki valamilyen szinten el van rajzolva, és mindenkinek van legalább pár olyan mondata, amin jól lehet derülni a nézőknek, és meg nekünk is. A hattyú édesanyját, Beatrix hercegnét Csákányi Eszter alakítja. A színésznő hosszú éveken át szabadúszóként dolgozott, de 2017 őszétől az Örkény Színház társulatának tagja, és nagyon örül, hogy eljátszhatja ezt a szerepet. Elképesztően időtálló darab, és ugye ők kitalálták, hogy én legyek a Beatrix szerepe, amit különben a régebbi előadásokban a Tolnai Klári játszotta, a Súlyok Mária, és akkor kaptam ezt a feladatot, ami nagyon bizarr volt így elsőre, de amikor elolvastam, akkor teljesen azt gondoltam, hogy itt semmiféle probléma nincs, egy nagyon erős, karakteres, erős nőnek kell lenni. A család bölcs tanácsadója, Jácint atya, akit Mácsai Pál játszik. Az Örkény Színház igazgató rendezője jobban szeret komédiában játszani, mint rendezni azt. Társulata többször is meghívást kapott már a Vidor Fesztiválra. Ez egy hagyományos fesztivál, amiben lehet bízni, és aminek a válogatásában minőségi szempontok vannak jelen, ami nagyon fontos. Vígjátékokat szemléz ez a fesztivál, és az egy nagyon határozott profil. És hogyha az idekerülő előadások kiválasztásában csak a megcsináltság a szempont, és nincs egyéb, magyarul, hogy a szakmailag jó legyen és tisztességes legyen, akkor ennek a fesztiválnak helye van. Én úgy tapasztalom, akár itt vagyunk, akár nem, hogy ez a szempont. Úgyhogy szívesen jövünk. Az előadásban Csákányi Eszter, Tenki Réka és Mácsai Pál mellett játszik Fűr Anikó, Takács Nóra Diána, Fica István és Nagy Zsolt. A Vidor Fesztivál programjában a színházi versenyprogramok mellett zenei és irodalmi rendezvények is várják az érdeklődőket. A művésstúdióban lesz limerik döntő és művészasztal is, ahol Háj Jánossal találkozhat majd a közönség.